Az új Magyar Orvosi Kar Egyesület szervezésében sajtótájékoztatóra hívtuk a szakma és az állami vezetés képviselőit. Azért, mert az utóbbi hetekben a magyar közbeszédben és a médiában is egyre több hír jelenik meg az állami oltási programok körüli társadalmi, orvosszakmai és jogi vitákról. Miközben a médiákban észrevehetően egyoldalú információk jelennek meg, és ez megtévesztheti a magyar embereket. Ezért szerettünk volna leülni egy kerekasztal köré a szakma képviselőivel, hogy megbeszéljük, és megpróbáljuk elérni azt, hogy ez a ma áldatlan állapot megszűnjön. Meghívtuk Müller Cecília tisztifőorvost, a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetőjét, aki más elfoglaltsága miatt kimentette magát. Meghívtuk Panyi Miklós államtitkárt, a miniszterelnökség miniszterhelyettesét, parlamenti stratégiai államtitkárt, nem kaptunk tőle választ, nem jött el. Hornung Ágnes államtitkárt, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárát, aki kimentette magát külföldi útja miatt. Dr. Mészner Zsófia gyermekgyógyászati központ védőoltási szaktanácsadóját, aki nem jelezte, hogy nem jön, és nem is jelent meg. Molnár Zsófia, osztályvezető főorvost, szintén vakcina tanácsadót, aki az MMGK osztályvezetője, nem írt, nem jelent meg. Dr. Kulcsár Andrea gyermekgyógyász oltási szaktanácsadót vártuk, nem jelezte, hogy nem jön, nem jött. És vártuk Dr. Békási Szabolcs országos kollegiális szakmai vezetőt, aki szintén nem jelzett vissza, és nem láttuk a mai napon. Nagyon sajnáljuk, hogy nem jöttek el, mert ettől függetlenül egy nagyon-nagyon értékes eszmecserét folytattunk a témában. Kérem a eszmecsere résztvevőit, hogy egyenként szóljanak egy pár szót róla. Köszöntöm a házasságot, illetve hát a sajtó meg nem jelent képviselőt. Azzal kezdeném, hogy egy öndefinícióval, hogy mi magunkat oltáskritikus szakembereknek tartjuk, és nem pedig oltás elleneseknek. Ez az első. A második nagyon fontos bejelenteni valónk, hogy mi a gyermekeket védjük, miközben a kormány a oltásokat védi. Azt gondolom, hogy mindenki döntse el azt, hogy melyik a fontosabb. A gyermekeket és a gyermekeink egészségét védjük. Ahhoz, hogy világosan lássuk, én néhány pontot sorolnék föl, ami bemutatja ezt a jelenlegi helyzetet, ahova jutottunk. Az első legfontosabb dolog az, hogy a gyermekkori fertőző járványok Európában az elmúlt 20-30 év során, és erről itt beszéltünk hosszasan, nem voltak. Igazán nem voltak. A gyermekkori oltási rend körül kialakulása során Európában viszont érdekes trendek figyelhetők meg. Egyre több vakcina jelenik meg, ami gyermekkorban ajánlanak a Big Pharma képviselői. Szeretném itt kiemelni az Európai Unió alapjogi chartáját, ami 2016-ban az összes európai tagállamra érvényes, amelynek az első cikkelye, első címe a méltóságról szól. Az emberi méltóságról, az emberi méltóság sérthetetlenségéről tiszteletben kell tartani és védelmezni kell. A kettes cikk az a élethez való jogról szól, minden embernek joga van az élethez, senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni. És hármas cikk pedig a személyi sérthetetlenséghez való jog. Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez. Az orvostudomány és a biológia területén különösen következőt kell tiszteletben tartani, az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezését. És akkor természetesen az eugenikáról is beszél, azt is tiltja, és az emberi test és azon részeinek haszonszerzés célzású felhasználását is tiltja. Klónozás tilalmát. Európai Unióban, és ezt külön hangsúlyoznám, a tagországok maguk határozzák meg a saját gyermekoltási rendjüket. Ennek értelmében a tények azok, 17 országot kérdeztünk meg Európába, hogy náluk milyen az oltási rend, gyermekoltási rend, ebből összesen 4 ország egészségügyi minisztériuma válaszolt,
azt tudjuk, hogy Magyarországon nincs egészségügyi minisztérium, és a négy válaszolók között voltak a spanyolok, az észtek, a dánok és a svédek. És mindannyiuk azt válaszolta, hogy náluk nincs oltáskötelezettség gyermekkorban, mert ők az a válaszuk erre, azért, mert ezt alkotmányellenesnek tartják saját országukba, azért, mert megbíznak az emberek az ottani kormányba, és azért, mert nyílt kommunikáció van ebbe a témába az állampolgárok és a kormányok között. Ehhez képest Magyarországon jelenleg kirívó és extrém a kötelező gyermekoltások száma és időrendje, amit egy 1998-as népegészségügyi miniszteri rendelet ír elő, ami 26 éves. Azóta ezen komoly változás nem történt. Manapság 18 hónapos koráig Magyarországon a kisgyermek 29 antigént kap, sokat többször is. Aki ezzel tisztába akar jönni, ezt olvassa el az NNK ide vonatkozó módszertani levelét, és ott ezt megtalálja. Ezen oltási renddel szemben kritikus magyar családokat súlyos hatósági retorziók és bírságok sújtják. Szeretnénk föltenni a kérdést a vakcina biztonság kérdésében, miszerint ki ellenőrzi itthon Magyarországon a külföldről ide beérkező gyermekvakcina szállítmányok minőségét, azok esetleges szennyeződését. Kérjük hivatalosan, nyilatkozzon az NNGK, tájékoztasson bennünket arról, hogy mi ebben a helyzet. Azt szeretnénk javasolni, hogy legyen kötelező az oltóorvosok számára a hazai forgalomban lévő gyermekvakcinák gyártói leiratainak ismertetése a beadás előtt a szülőkkel. Itt különös tekintettel itt a vakcinampullákban lévő antigének típusára, hogy ezek mRNA-s típusúak vagy hagyományosak, az adjuvánsok, hatásokozók típusára, illetve a különböző toxinokra, például alumínium higany, illetve, hogy esetlegesen tartalmaznak ezek a vakcinák idegen DNS-t, esetleg emberi, állati fehérje szennyeződéseket. Újraoltásokkal kapcsolatban előzetes ellenanyag szint mérés nélkül szakmailag nem javasolhatóak a véleményünk. Az oltandó szérum ellenanyag szintjének mérését újraoltás előtt az oltóorvosnak a feladata. Erre vonatkozóan tudomásunk van, hogy a Tiszi főorvosi körlevél is kiment. Ebben hatóság nem avatkozhat bele, más hatóság, csak szakmai. Autoimmun kórképek gyermekeknél, következő téma. Az elmúlt 20-30 év trendje, drasztikusan emelkedik az autoimmun gyermekbetegségek száma, megjelent a gyermekrák is. Autizmus. Ahogy hallottunk itt az előadásban, drasztikusan emelkedik a számuk. 2026-ra minden gyermek, megszülető gyermek autista lesz, hogyha ezt az oltási rendet folytatják. Hiszen 2 éves korig záródik a véragygát, szakmailag nem indokolható, hogy 2 éves korig 29 vakcina antigént, és ezek jó része nem is egy, hanem polivalens, beadását többször is alumínium és higan adjuvánsokkal, mert ezek a vegyületek feljutnak az agyba. Oltássérültek ügye, az utolsó, elhallgatják, hogy vannak ilyenek, már pedig vannak. Jogorvoslat nincs. Oltóorvos hatóság és állam felelősség elismerés, illetve kártérítés nincs. Mi a célunk? A célunk, tegyék választhatóvá a gyermekkori oltásokat, ahogy ez Európa legtöbb országában így van. Javaslataink tehát, felül kell vizsgálni a hazai oltási rendet, és meg kellene fontolni a japán oltási modell vagy rendnek az átvételét. Felül kell vizsgálni a magyar hatósági eljárási szabályokat, ezzel kapcsolatosan. Az oltásoknak ugyanis biztonságosnak kell lenniük, és tartós védettséget kellene, hogy adjanak. Gyermekoltásokat csak a szülő teljes körű tájékoztatása után, a szülő tájékozott beleegyezésével adhassák csak be az oltóorvosok a gyermekeknek. És a legvégére pedig szüntessék meg a hatósági eljárásokat, a bírságolásokat az oltás kritikus családokkal szemben. Köszönöm. Én ugyan nem vagyok orvos, de biokémikus kutató, és a tendencia, amit észrevettem, és amiről én tudok, az egyre több oltás mRNA-s oltássá alakítása. Az mRNA-s oltások az vagy 2019-es pandémiával kezdtek el elterjedni a világban, és ezek egy újfajta oltástípust képviselnek. Most nagyon fontos eldönteni,
hogy ezek tulajdonképpen oltások, vagy pedig gépterápiás eljárások, hogy ezt Karikó Katalin is nevezte, hogy azt Bill Gates is nevezte, hogy azt a Moderna vezérigazgatója is nevezte. Ugyanis az oltásokkal kapcsolatban a gyártó a legtöbb országban a kártérítési kötelezettségi alól föl van mentve. Ugyanez a génterápiára nem vonatkozik. Tehát jelenleg egy lobby tevékenység folyik az Európai Uniónál, hogy minek nevezzük ezeket az injekciókat, mert a génterápiás eljárás, ami a véleményem szerint valóban az, akkor ezeket, ha egy vállalat előállít és az valamilyen kárt okoz egy emberben, akkor kártérítési kötelezettséggel felel ezért. Amennyiben oltásnak nevezzük, akkor nincs kártérítési kötelezettség, de akkor viszont felül kellene vizsgálni a géntörvényt és ennek az oltásnak a jelenlegi állapotát. Úgyhogy ez az egyik kérdéskör. A másik a multivalens oltások beadása, és ahogy már Tibor is említette, hogy 18 éves kor előtt 26 féle antigént kapnak a kisgyermekek, és meg kellene fontolni, hogy ezeket az antigéneket egyenként, azaz monovalens oltásokat kéne beadni, és közte annyi időt kihagyni, hogy legalább az a 3-7-10 nap minimum idő elteljen, ami az immunválasznak valamilyen formában segíti a kifejlődését, mielőtt egy másikkal bombáznánk a gyermek szervezetét. Köszönöm. Én a gyerekgyógyászok nevében szeretnék pár szót mondani. Dióhéjban egy kicsit összefoglalnám azt, ami miatt ma összeültünk, és aminek a végeredményét minél hamarabb szeretnénk látni. Tehát a kötelező oltási rendet választhatóvá szeretnénk tenni. Azt szeretnénk, hogyha az oltási rend ilyen módon személyre szabott lehetne, mindenféleképpen csak korrekt információkkal való tájékoztatás után adhassák be a szülők tájékoztatása után adhassák ezt be a gyerekeknek, az általunk javasolt ellenjavallatokat betartva történjen mindez, és aztán a szülő, az orvos és a védőnő egyeztessen időpontot, stb. És ennek alapján történik meg az oltás, és csak teljesen egészséges gyermeket szabadna beoltani. Szeretnénk kérni azt, hogy egyszerre minél kevesebb betegség ellen oltsák a gyerekeket, hogy az oltóanyag higanymentes, alumíniummentes, magzati és állati fehérjementes legyen. Nagyon jó lenne elérni azt, hogy 6 hónapos kor előtt egyáltalán ne lehessen oltást adni a gyerekeknek, és lehetőleg 1-2 vagy még későbbi időpontban kapják meg a szükséges, ha szükséges oltásokat. És még azt is javasoljuk, hogy az oltás előtt nagyon gondos anamnézis felvétel történjen a gyerek előéletéről, és akár a szülőknek az oltásra adott reakcióiról, hogy a gyermek az oltás után ne csak egy napig, egy hétig legyen szoros megfigyelés alatt, mert tudomásul kell menni, hogy a mellékhatások azok bizony később is hetek, hónapok, sőt esetleg évek múltán is jelentkezhetnek. És a mellékhatásoknak a jelentése az nagyon fontos lenne, és ezek gondos kivizsgálása mindenképpen hát követelmény lenne a következő időszakra nézve. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az új Magyar Orvosi Kar társaságnak a képviseletében szeretnék néhány gondolatot elmondani. Mégpedig kezdem onnan, hogy amit mi kérünk, amit mi próbálunk előmozdítani, az egyfajta tudományos diskurzus. Láthatólag ez a diskurzus ez teljesen hiányzik ma Magyarországon, hiszen szokásjogot, jogi beágyazást és kötelező jelleget használnak az oltások kapcsán, és ezt úgy tűnik, hogy semmilyen ráhatásra nem szeretnék változtatni. Ez idejét múlt,
mármint az egész rendszer, ami az oltásokat illeti, idejét múlt, és mindenképpen újra gondolást igényel, és azok nem tudják újra gondolni, akik ugyanazon érdekcsoporthoz tartoznak, akik most fenntartják ezt a rendet. Az emberek jó hiszeműsége azt fogadja be, úgy fordítja le, hogy olyan betegségek vannak a világban, amelyektől ezek az oltások megvédenek. Semmiféle jele nincsen annak, hogy ezek az oltások éppen hogy esetleg betegséget okoznak, és ezt az oldalt semmi és senki nem képviseli. Szükség lenne tehát diskurzusra, és az egyik neves kutató azt mondta, hogy akkor, amikor nincs diskurzus, akkor diktatúra van, és fasizmus van. Tehát, hogyha nem teszik lehetővé azt, hogy tudományos vita történjen, akkor eljutunk egy olyan stádiumba, ahol az emberek és a szakma szabad vélemény nyilvánítása sem lehetséges. Az új magyar orvosi kar azért létesült, hogy ezeket a hiányzó vitákat, ezeket a hiányzó szakmai eszmecseréket behozza a szakmai életbe, és azon vagyunk, hogy egyre több orvos ébredjen és csatlakozzon ehhez a társasághoz. Most ugye az látszik, hogy Guzaó doktor felsorolta, Guzaó doktor a Új Magyar Orvosi Kar tudományos igazgatója, én az elnöke vagyok, és azt látjuk, hogy jó néhány a témában dönteni képes szakembert, állami tisztségviselőt meghívtunk erre a beszélgetésre, és dicséretes, hogy ketten kimentették magukat, az összes többi az nem is válaszolt. Elsorolnám azokat a médiumokat, amelyeket meghívtunk ide a sajtótájékoztatóra. Hát csak néhányat kiemelek inkább. Duna Televízió, Bors Online, Hetek, Echo TV, Hír TV, RTL Klub, Origo, HVG, 24.hu, Átlátszó, ATV, Magyar Hírlap, Napi.hu, Népszava, a Centrál Média csoport, ugye például a Nőklapja, a Délmagyar, Demokrata, Portfólió, Riposzt Média, 168 óra, 444, Azonnali, Blikk, Figyelő, a Híradót, Index, és még volt néhány. Minden esetre számomra egészen meglepő, hogy hogyan tudják azt megvalósítani, hogy kapnak egy meghívót, és egyetlen egy sem jelenik meg a különböző médiumok szerkesztőségétől. Én úgy fordítom ezt le, hogy van valamiféle riadólánc a médiumok között, ahol egymást értesítik, vagy van egy központ, ahonnan lekérik az engedélyt, hogy egyáltalán hírt adhatnak-e a dologról, felkereshetik ezt a sajtótájékoztatót, és ugyanígy a szakembereknél is azt gondolom, hogy ez történik. Én megfigyeltem, és egy kicsit utána néztem, hogy a világban is, például a Covid cirkusz kapcsán ugyanez a jelenség zajlott le mindenfelé, és ez tulajdonképpen az erőpolitizálást jelenti. Ez ugye azt jelenti, hogy ha nem megyünk el, nem is hallgatjuk meg, nem beszélünk róla egy szót sem, akkor följönnek meg a levükben, és nem kell a témával foglalkozni, mi vagyunk az erősebbek, és simán elnyomjuk ezt a hangot. Én azt gondolom, hogy ez felelőtlenség. Felelőtlenség a
szülőkkel, a gyerekekkel, az ország lakosságából szemben nem beszélni a témáról, direkt szőnyeg alá söpörni, és hogyha ezen változtatni akarunk, akkor igenis ezt addig kell provokálnunk, amíg meg nem változtatják. Most ugye néhány tízen vagyunk még egyelőre ebben a társaságban, ez kis közösségnek tűnik, de leszünk százak is, és biztos vagyok benne, hogy még nagyobb is lesz ez az UIMOK nevű szakmai társaság, és ahhoz, hogy ez ne legyen kellemetlen azoknak a tisztségviselőknek és azoknak a médiumoknak, akik mostanság próbálnak bennünket elnyomni, azt gondolom, hogy az lenne a szerencsés, hogyha reagálnának. Minden esetre mi nagyon jó és hasznos információkat raktunk itt össze, megpróbáljuk ezt prezentálni média számára feldolgozható formában, el fogjuk küldeni. Persze tudjuk azt, hogy a tisztességtelen média hozzáállás az az, hogyha megkritizálják és nem engedik az arra való választ, de én nekem az a benyomásom, hogy az ilyenfajta negatív színbe való feltüntetés is propagálja, illetve nyilvánosságot ad, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha valami, bármi módon hírt adnak utólag is arról, hogy volt ez a sajtótájékoztató, és volt ez az eszmecsere a szabadon választható gyerekkori oltások témakörben. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb az igazság győz, mint ahogy itt elmondtunk sok példát, akár az otthonszülést, akár a természetes gyógymódokat, és egy csomó mindent, amit egy ideig megpróbáltak elnyomni, és utána pedig rá kellett jönni, hogy azt inkább szabályozni kell, sem mint elnyomni. Köszönöm szépen. Egy rövid szakmai bemutatkozást a sajtó kérhet. Dr. Kürti Katalin vagyok, gyerekgyógyász. Dr. Guzeu András, ideggyógyász, pszichiáter és idegkór szövettanász, az orvostudomány kandidátusa, nyugdíjas osztályvezető főorvos. Dr. Tamási József vagyok, belgyógyász és népegészségtan szakorvosa, és a természetes gyógymódok, illetve az életmód terápia területén van sok más képzettségem. Urik Tibor doktor vagyok, orvosebész és egészségügyi menedzser és egészségügyi auditor, az egészségügyi törvénynek egykor társszerzője, magyar egészségügyi ellátási standardoknak szintén társszerzője, és életmód terápiával is, és életmód technológiával foglalkozom, illetve a genetikával. Dr. Baldó Zsuzsa vagyok, az MTA doktora, biokémikus, több mint 30 év kutatói tapasztalattal és a táplálkozás tudomány nyugalmazott professzora. Skóciában, Aberdeenben a RAET kutatóintézetben dolgoztam, ez a világ legnagyobb táplálkozás tudományi kutatóintézete, ahol a bél táplálék mikrobiális kölcsönhatáscsoportnak voltam a vezető, ez egy 30 fő körüli kutatócsoport volt, és a legjobban ismert témánk az a Guillain-Bourgognyával végzett kísérletek, ami Pusztai Árpád neve alatt futott a médiában. Milyen eredménye az állatkoz? Az eredmény rendkívül érdekes volt, de erről én nem beszélhetek, mert ez nekem meg van tiltva. Köszönjük szépen a sajtó megjelent képviselőinek, hogy itt voltak, és hogy készítenek erről a sajtótájékoztatóra egy összefoglalót. Nagy érdeklődéssel fogjuk várni. Köszönöm a kollégáknak is, hogy itt voltak, és megtisztelték ezt a rendezvényt, úgy is, hogy bizonytalan volt a rendezvénynek a résztvevőinek a száma.
de azt gondolom, hogy mindez a mai technika mellett, amit itt prezentáltunk, az nem vészel. Köszönöm. Még egy kérdés van Hannah Hírarénának. A börtönhalál kifejezést a szülők ismerik, de szakmailag még nem került megindoklásra, hogy ez összefüggésben lehet-e a gyerekbontásokkal. Csak hirtelen halálnak, illetve börtönhalálnak nevezik ezt az orvosok, de nincsen indoklás, hogy ez hogyan alakult ki. És ez egyre gyakori. Semmiképpen sem mondanám azt, hogy minden bölcső, semmiképp sem mondanám azt, hogy minden bölcső halál oltás következményeként jön létre. Bölcső halál nagyon régóta van, és ez egy nagyon szomorú dolog, tényleg nagyon szomorú. Mindenféleképpen érdemes azt azért megvizsgálni, hogy ha oltással összefügg, mert összefügghet, és ezt tényleg feltételes módban mondom, hogy akkor időrendileg, hogy következnek egymás után a dolgok. Egy biztos, amit az előbb is mondtam, hogy sokkal szerencsésebb egy-két éves kor után kezdeni az oltásokat, és akkor elkerülve ezt az esetlegességet, és semmiképpen sem a 2-3-4 stb. Hónapos gyereket több oltással és többfajta komponens tartalmazó oltással, hát, hogy mondjam, vegzálni. Sajnos így kell, hogy mondjam. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az egy év alatti halálozásoknak az előfordulását mutatja a következő ábra, azzal összefüggésben, hogy milyen a vakcina átoltottság, és itt olyan országokat vettünk, ahol nem kötelező az oltás, mint Olaszország, Ausztria, Románia és Magyarország. És látjuk, az oszlopok fölött látjuk azt, hogy milyen az átoltottság, és ebben Magyarországon a világon dobogós helyen van, az összes többi ország alattunk van, és mi az egy év alatti halálozás 1000 élveszülésre vonatkoztatva nem vezetünk, hanem mélyen a középmezőnyben vagyunk, és megelőznek bennünket Ausztria is, és Olaszország is sokkal alacsonyabb átoltottsággal, mint a mi 99%-unk. Tehát ez is olyan téma, ami megbeszélést érdemelne. Én csak egyetlen adalékot mondanék hozzá, hogy ugye a hirtelen halál az a felnőttek esetén majdhogy nem ismeretlen volt az úgynevezett COVID-járvány előtt, és most nemhogy nem ismeretlen, vagy már ismerős, hanem tömegével fordul elő ez a jelenség. És ez minden esetre felveti annak a szükségességét, hogy ezt a kérdést megvizsgáljuk a csecsemők és a kisgyerekek esetén is, mert ők is részesülnek oltásban, mint ahogy ez a COVID jelenség alatt volt a felnőttek esetén. Tehát egy olyan jelenség, amit legalábbis meg kell vizsgálni, és nem lehet róla felelőtlenül kijelenteni, hogy nem attól van. Köszönöm szépen.